Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Hírérték című műsorunkat látják, és ha úgy tetszik, akkor a nemzetünkben is, de a világon is sorskérdéseket is felvetünk. De nem csak felvetünk, hanem megtaláljuk azokat a kutató embereket, azokat a gondolkodó tudósokat is, akik praktizálás oldaláról is ennek a területnek a művelésével bennünket irányítani tudnak, talán jobban tudjuk csinálni, amit eddig megtettünk. Ne tessenek megijedni a szallag címtől, mert ez egy kutakodó kérdés, hogy szakadék szélén a gyermek és a család bizony-bizony megszorított gazdasági, társadalmi helyzetekben a világ ezzel a kérdéssel, ezzel a feladattal inkább úgy mondom, nem szembe kerül, hanem megoldásra és megoldást jelentő feladatokat tudjon megjelölni. Különös tisztelettel köszöntöm dr. Benda József urat, szocializációkutatót, akinek a legújabb könyvéről fogunk most beszélni, Jövünk a gyermek, de amíg ez a könyv megszületett, sok olyan előadás, tudományos ülés, munkabizottság, közösségnek a szervezése kötődik az ön nevéhez, amely példaértékű. Pontosan a gyermek, az anyaság, az apaság, a család megteremtéséhez adó nem csak gondolatokkal, hanem kezelhető tényekkel, hogy mit vegyünk nagyon komolyan, mit kell értékként kezelni magában a családban, és értékként kezelni a gyermeket. Itt a korosztályok mindegyike felmerült, és ehhez ön megtalált azt a munkaközösséget, akik leendő fiatal anyaként és már regnáló édesanyaként saját tapasztalatból is segítik elmélyíteni, megerősíteni nem csak a gondolatokat, hanem a feladatokat, amelynek most gyönyörű példaértéke a Jövünk a gyermek. Parancsoljon, Benda úr! Köszönöm szépen ezt a felvezetést. És nagyon örülök annak, hogy erről a könyvről beszélhetünk, amit több mint 200-an írtunk 3 éves munkával. Most érkeztünk el, ahogy látják a képernyőn is a címlapját, most érkeztünk el ahhoz, hogy ennek a hosszú munkának a végére egy pontot tegyünk, és egy könyvbemutató sorozattal a szélesebb érdeklődőknek is lehetővé tegyük a betekintést. És valóban a családokról szól, illetve azokról a feltételekről, körülményekről, amik a jól működő családok számára nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy szeretetteljes, boldog gyermekeket, illetve felnőtteket neveljünk, ami meghatározza az egész társadalomnak a sikerességét. Most ez a munka egy szocializáció kutatóként ugye mutatott be, és nagyon szépen köszönöm, több évtizedes iskola kutatási múlttal rendelkezem, és arról vagyok ismert ebben a szakmában, hogy a kooperatív tanulást én kezdeményeztem még majdnem 40 évvel ezelőtt, ami ma már széles körben elterjedt az országban. Ennek a módszertannak a felhasználásával hoztuk létre azt a szakértői csoportot, amiben említettük, hogy több mint 200-an vannak, és azon kezdtünk el 4 évvel ezelőtt dolgozni, hogy azt a népesedési válságot, ami előtt állunk, és az előző könyvemnek az volt a cím, hogy a szakadék szélén, hogyan lehetne elkerülni. És amikor ez a könyv megjelent, és ennek a könyvnek az írása során arra figyeltem fel az iskola kutatásokban, hogy ha ezen az úton megyünk tovább, amelyen járunk, akkor 20 év múlva nem nagyon lesz gyermek az iskolákban. És ez olyan erősen megérintett ez a kérdés, krízis lehetőség, vagy krízis helyzet, hogy elindultam egy olyan úton, bele sodródtam, hogy egy széles körű együttműködésben keressük ennek a komplex problémának a megoldását. Ez nem egy szakmának a problémája, és nem is tud egy szakma megoldást találni egy olyan társadalmi tünetre, amit népességfogyásnak nevezünk. Ugye ez egy hosszú társadalmi folyamat, és megingott tulajdonképpen a családoknak a stabilitása. Azt mutatja, hogy valamiért nem tudjuk felnevelni azt a következő generációt, amelyik szükséges ahhoz, hogy ez a kultúra fennmaradjon. És egy konferenciás workshop sorozatot indítottunk 4 évvel ezelőtt,
aminek most már a 78. összejövetelénél tartunk, és különböző munkacsoportokban kerestük a problémák okát, illetve a megoldásokat. De tegyük hozzá, Benda úr, hogy ez a munka, amit ön készít, és a kutatás területének, módszerének, tematikájának, didaktikájának a bevezetéséről még korábbi adásban már beszéltünk, úgyhogy akkor is nagyon felfigyeltem, hogy egy ilyen kezdeményezés miért nem kap nagyobb hangsúlyt, úgy értem, hogy a közismeret területén tanárkollegák természetesen tudják, de azért a közismeret, a közvéleményt ilyen formában motiváló hír kevés szokott sajnos lenni. De viszont akik ebben benne vannak, azok remélem, hogy a saját környezetükben ezt tovább viszik. És azért dicsekedjünk a munkásságát illetően, mert 2018-ban elnyerte az Óbudai Egyetem a Családbarát Munkahely című. Tényleg, komolyan mondom, megtisztelő kitüntetést, mert áldott állapotban levő tanárkolléganők is bebizonyították azt, hogy igenis lehet az anyaság nagyon szép várási időpontjában is tanítani, nevelni. És egyáltalán a felnőtt összefogás ebben a tekintetben. Olyan humán értékez, amelyet humán politika értékként is tisztelnünk kell. Én a magam részéről már akkor fejet hajtottam, előtte is már látszott valóban a kibontakozása a Jövők, a Gyermek című könyvnek, és az előadók nagy része és a létszám is bőven a 100 fölött volt, akik képviselték magukat, parancsolja. Igen, igen, több mint 200 résztvevő volt. Elkezdtük összesen talán 4-5-en, és folyamatosan bővült ennek a szakértői körnek a létszáma, és a legkülönbözőbb szakmák képviselői benne voltak. Ahogy említette, egyetemi tanárok, azon belül szociológusok, demográfusok, statisztikusok, pedagógusok, pszichológusok, óvónők, tehát egy nagyon széles körű hát megközelítésben tudtuk emiatt vizsgálni a problémát, illetve a megoldásokat. És van egy olyan, van egy híres finn kutató, úgy hívják, hogy Pasi Salberg, aki a finn oktatási csodának az egyik megalakítója, és ő említi a magyarul is megjelent könyvében, hogy a tudományoknak, az egyes tudományoknak a megközelítésével van egy komoly gond. A szaktudományok egy disziplináris silóba zárva működnek. Nagyon találó, amit mondott most. Nagyon találó, sajnos, igen. És ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valaki egy szakmában hát elfogadott szakértővé váljon, az először bemegy az egyetemre, elsajátítja annak a szakmának a szókincsét, ugye, ami már különbözik más szakmától, és ettől ezzel definiálja magát egy szakma, hogy megvan a saját szókincse, a gondolkozásmód, a módszertan, a kutatási metodika, igen. És ahogy elsajátítják az egyes kutatók ezt a rendszert, lépkednek felfelé a hierarchián, és jutnak el egy vezetői szerepbe. De ahogy valaki ebben egy szaktudományban egy vezetői pozíciót betölt, már nem érdekelt ennek a szakmának az átalakításában, hiszen ez volt az, amelyik őt fölnövesztette, és ez volt az, amiben ő otthon érzi magát. Alulról látni a problémát komplexen, felülről pedig már csak egy-egy szeletét, egy-egy metszetét. Hát ezt az utat ön bejárta tökéletesen, úgyhogy nincs az oktatási lépcsőzetnek egy olyan fórum, ahol ne tudott volna letenni olyan névjegykártyát, amihez ma vissza lehet nyúlni, hogy az ember egy az egyben, most jelen esetben öntől kérjen tanácsot a tapasztalatok alapján. Úgyhogy ezt a mentalitást, amit ön bejárt, ezt sikerül csoportosítania, összefognia, és egy nagyon jeles közösségi alakítani. Igen, úgy fogtunk hozzá, hogy a kooperatív tanulásnak a tapasztalatai metodikái alapján, hogy a különböző szakértőket nem egy előadás, illetve nem csak egy előadás tartására kértük föl, hogy mondja el a véleményét, utána jön a következő szakértő, utána visszamegy a helyére, leül a következő, utána mindenki hazamegy, és nem történik semmi. Ez a konferenciáknak egy gyakori tapasztalata, hanem felkértük a szakértőket, hogy üljenek egy asztalhoz, 4-5-en, ugye ez egy közvetlen személyes kapcsolat. Ez azt jelenti, hogy a személyes kapcsolatban
az érrendszer, amit mondjuk egy demográfus vagy egy szociológus használ, hogyha egy óvónővel ül szemben, akkor az ott nem működik. Tehát arra lesz ráutalva, hogy vagy ugye ott hagyja az egészet, mert nem ereszkedik le erre a szintre, vagy pedig lefordítja a saját nyelvét a másik embernek a nyelvére. Úgyis ez a több szakma között. Na most amikor ez a fordítás megtörténik belül egy bizalmi légkörben, ott születnek az új gondolatok. Tehát ugye ez a demográfiai kérdés, ez egy társadalmi ügy, amit nem lehetséges egy szakma felől sem megérteni, sem megváltoztatni. És így ezekben a teamekben alakultak ki, jöttek létre azok a gondolatok, azok az ötletek, az a módszertan, amivel már az élet komplexitását megőrizve tudtunk olyan szakmai javaslatokat megfogalmazni, amik ebben a könyvben már életszerűségben és a maguk komplexitásában megjelennek, miközben nem veszítik el az egyes szakmáknak a megközelítését, módszertanát. Tehát ez egy nagyon komplex mű, és ugyanakkor életközeli. Tehát az, amire törekedtünk, hogy ha itt a javaslataink közül figyelembe vesz valamit majd a kormányzat, és reméljük, hogy a lényegeseket minél hamarabb figyelembe veszik. Hát úgyhogy várható, hogy lesz visszajelzés. Akkor ezt a családok is megérzik, és úgy érzik meg, mint egy igaz, az ő életüket előre mozdító lehetőséget. Készítettünk is felmérést arra, hogy a fiataloknak mire volna szüksége ahhoz, hogy még egy gyermeket vállaljanak. És ugye ezt valamiért nem kérdezték meg korábban a demográfusok. Nekünk ez volt az első, hogy megkérdezzük méghozzá azt a korosztályt, amelyik a legnagyobb létszámban van ma a társadalomban. Ez a úgynevezett ratkó unokák, a 35-45 év közöttiek, mert ő rájuk számíthatunk abban, hogy a népességfogyásnak egy lefékezésében szerepet játszhatnak. És megkérdeztük, hogy mire volna szükségük. És egy reprezentatív mintán több ezer családot, szemét tudtunk így, 1600 valamennyit pontosan, amelyik ezt a korosztályt képviseli, és megkérdeztük, hogy mi is. Kiderült, hogy háromféle gondolkozásmód van ebben a fiataloknak, ebben a csoportjában. Van egy olyan gondolkozásmód, ami a fiataloknak az 5%-át jelenti, hogy csak a karrierjét akarja, és a munkájának akar élni, mert valamiért úgy alakult az élete, és ő ezzel megelégedett. Van egy sokkal szélesebb réteg, ez a populációnak a 70%-a, amelyik egyensúlyozkat keres a család és a munkahelyi követelmények között, és ezt különböző élethelyzetekben a gyermekek életkorától függően meg tudja tenni valamelyest, bár ez nem mindig egyszerű. Három gyermek fölött meg már szinte nem is lehetséges. És van egy 25%-os réteg a populációban, amelyik szeretne csak a családjának élni, és sok gyermeket fölnevelni. És ha megnézzük ezt a három réteget, akkor azt látjuk, hogy ez az első két csoport, ez megteheti, mert minden támogatás, családvédelmi akciótervek őket szolgálják, de az a csoport, amelyik szeretne csak a családjának élni, ez ma diszkriminálva van. Miközben pont ők rájuk lehetne számítani abban, hogy ezt a vészes demográfiai helyzetet valamilyen szinten egy kicsit helyre billentik. Annyira szép, amit mond. Bár most az utóbbi egy kicsit pejoratív kicsengése volt, hogy diszkriminált az, aki édesanyja szeretne lenni. Én emlékszem, minden középiskolában előfordul, akár osztályfőnöki órán, vagy környezetvédelem, vagy bármi, amiben az ember szerepet kaphat. Nálunk osztályfőnöki órán volt annak idején. Ez a bizonyos pályaválasztás, mert ki mi szeretne lenni, mi az, amit szeretne most már középiskolát vége felé járva tényleg eldönteni, hogy jelentkezzen valamelyik felsőfokú intézménybe. És az osztályomból egyetlen egy kislány jelentkezett, hogy ő elsősorban édesanyja. És valahogy mi nem úgy néztünk rá, hogy most mosolyogjunk, hanem elgondolkodtunk. Igaz, hogy ez a gondolat egy pillanatig tartott, de ez a pillanat, amint érzékelhető most rajtam, megrögződött nem csak bennem az osztályból, mert mi szerencsére sokat találkozunk együtt így a középiskolás kolléganőimmel,
sajnos sokan meghaltak már, de azért, ahogy lehet, mi őrizzük ezt a kohéziót, és visszajön ez az emlék, hogy igen, annak idején ki volt az, aki elsősorban azt jelentették, hogy édesanyja. Hát 5 gyermeke is van, most már számos unoka, de az biztos, hogy ezzel együtt, hogy fő feladata a családanya, ő képezte magát, tanult, disszertáció szinten ír mindent, hogyha az ember hozzá fűzhetne segítségül a gyerekei közül. Nem igaz az, hogy az anyaság az ne tudjon kezet fogni azzal, hogy fejlődő legyen, innovatív kultúrában jelen legyen kinek a hivatása. Önök ezt viszont gyönyörűen elő példázták, hogy igenis lehet. És az, hogy még az egyetemek is bekapcsolódjanak, egy meg ugye az említett Óbuda Egyetem megkapta a Családbarát Egyetem kitüntetését, ez már abban a folyamatban is példaértékű az egyetemi ifjúság előtt, hogy időben gondolkodjon. Uh-huh. Ez önöknek köszönhető. Igen, hát már több egyetem is kapott ilyen elismerést, az ELTE, ahol... Csak sorolja, fontos. Ahol, igen, ahol engem befogadtak, ott is ez már működik. Elnyerték, igen, és hát a Debrecen Egyetem is, és még nagyszerű. Mások is. És hát ez mutatja azt, hogy itt valami elmozdulás kezdődött abba az irányba, hogy itt a fiataloknak egy másfajta szemléletben való felnevelése az fontos lehet. És itt utalnék arra, hogy a családi életre nevelés, mint tantárgy, vagy mint gondolkozásmód, ez a második világháború után kikerült a tantervekből, és a mai napig ez nem csak hát hobbi szinten, vagy fakultációban, vagy ilyen speciális érdeklődésre lehet erről tudni. Holott itt van nagyon fontos tudás. Miközben mindannyian családban élünk, aközben pont a családnak a működését nem tanuljuk, de tanulunk sok olyasmit, ami meg az életünkben hát nem is nagyon fog előfordulni. És visszatérve arra a gondolatra, amit mondott, hogy az anyaság, a szülő, miért fontos a nők és egyáltalán a mindannyiunk életében, erre a pszichológiai kutatások mutatnak rá. És azt lehet tudni az emberi életnek a kezdetéről, hogy életünknek az első éve meghatározza az egész további életünket, az életperspektíváinkat. Fundamentum, mese nincs. Hogyha egy biztonságos környezetben, és itt egy képet szeretnék megmutatni, fogan meg a magzat, ahol épp családban édesapa, édesanyja és egy szerető közegbe nő fel, akkor egy teljesen zavartalan, szükséglet nélküli állapotban van az anyaméhben. A születés után egy óriási változás történik, ez a boldogság és ez a gondtalanság megszűnik hirtelen, és a csecsemőnek elkezd éhes lenni, fájdalmai vannak, nem indult be az emésztése, fázik, és a többi, tehát különböző szükségletei támadnak, amit csak akkor tud kielégíteni, és elmulasztani ezt a szorongását, amiről ő nem is tudja, hogy mi veszi körül, hogyha az édesanyja csak ráfigyel, és őt tekinti az élete legfontosabb részének, mint ahogy az is, és ez elkerülhetetlen hormonális, biológiai és mindenféle folyamatok ebbe az irányba visznek. Most, hogyha megkapja a csecsemő az élet első évében ezt a figyelmet, akkor kialakul a bizalom a másik emberben, az önbizalma, hogy ő fontos. Ősbizalom, ahogy a pszichológia mondja. Igen, az ősbizalom, akkor az empátiának itt van az alapja. Itt van az alapja a kapcsolódási képességnek, hogy a későbbiekben egy partner találjon. Az elköteleződési képesség, ugye, hogyha az édesanyja elkötelezi magát a csecsemőnek, akkor amikor ő fölnő, akkor alkalmas lesz arra, hogy elköteleződjön más, esik nem iránt, akár fiúról, akár lányról van szó. És ezek most itt úgy tűnik, mint hogyha pszichológiai kérdések lennének, van egy ilyen olvasata is, ezek nem csak, ezek neurológiai kérdések. Tehát, hogyha bizonyos agypályák ilyenkor összekapcsolódnak és kialakulnak, akkor megteremtődik az erre való készség, és felnőttként a szerelem és a szeretetnek a milliójére fogékony lesz, nyitott lesz, sőt, az Isten hit is ebben az élet első szakaszában alakul ki. Azáltal, hogyha azt éljük meg, hogy
hogy valaki gondoskodik rólunk, akiről nem is tudjuk, hogy kicsoda, mert hogy fogalmi rendszer még ebben az időszakban nincs, csak érezzük ezt a gondoskodást, akkor, amikor későbbiekben már gondolkozik is, és megtalálja azt a személyt, aki az ő életét irányítja, ugye ezt transponálja, és egy Isten kép erre a kora, a gyermekkori élményre épül föl. Bizony-bizony a transzcendencia, mint tudatosult tudat, ebben a rávezetésben, rámutatásban, a gyakorlatban nagyon fontos, és nagyon szépen köszönöm, hogy felhívta a figyelmet, már annál is inkább, mert éppen adventi időszakban élünk. Én szívből már is ajánlom kedves nézőink kezébe ajándékként is ezt a könyvet. Igenis, Jövünk a gyermek, legyen ebben legalább annyira hit, a transzcendens, mint amit a hétköznapban megélünk. Egyszerűen zsigeredbe legyen az, hogy emberek vagyunk, férfiak és nők, akik édesanyák, édesapák, hivatott, hogy legyenek, és bizony ezt a nagyon szép, egészségesen kialakult, Isten adotta szép helyzetet feladatként kezeljen mindenki. Tényleg, Jövünk a gyermek. Így van, és ez, hogy mennyire fontos ez az anya-gyermek kapcsolat, az egész kultúránknak az egyik meghatározó ünnepe ez a karácsonyi ünnepkör. Amikor azt ünnepeljük, hogy megszületik a kis Jézus, amikor a családi kapcsolatok kerülnek a fókuszba, amikor a szeretetből megajándékozzuk egymást, és kifejezzük azt, hogy mennyire fontosak vagyunk egymás számára. Most ez is akkor működik felnőtt korban, hogyha a csecsemő megkapja ezt a fajta gondoskodást. És az, amire rá kellett jönnünk itt a kutatások során, hogy sajnos ez nincs minden családban így. És nem is elég volt szomorú. Így az elmúlt évtizedekben. A kommunizmus időszaka alatt olyan helyzetet teremtettek a családok részére, hogy pont ezt a szoros kötődési lehetőséget vonták meg nagyon sok családtól. Az 50-es években történt, és az egész probléma körnek itt van valahol a gyökere, amit itt ezen a következő ábrán is lehet látni, hogy 8 év alatt 1954-től 100 000-rel csökkent az élve születéseknek a száma. És ennek oka volt, ezt találtuk meg a kutatások során, hogy itt a legfontosabb ok ezek között a sok közül az volt, hogy a női foglalkoztatottságot fölemelték 25-ről 75%-ra. Tehát az 40-es években még 25% körül volt külső munkahelyen foglalkoztatva az édesanyja, és ezt követően pedig hát fölemelték, és bekényszerültek gyárakba, a csecsemők pedig magukra maradtak, vagy szomszédok, vagy nagyszülők, vagy bölcsödék nevelték, sőt volt olyan, hogy egy hetes bölcsöde, hogy hétfőtől péntekig, szombatig akkoriban még hát gyakorlatilag állami gondozásban volt. És ez a generáció, amelyik ekkor született, amiben én is beletartozom, nem kapta meg azt az anyai törődést, amire szüksége van az egészséges fejlődéshez. És tulajdonképpen a problémáinknak itt van a gyökere. Ebben a könyvben arra tettünk, vagy teszünk javaslatot nagyon sok oldalú megközelítésben, hogy állítsuk helyre a családok egészségéhez szükséges társadalmi mintákat, azt a családmodellt, amelyikben egészségesen, mentálisan és testi egészségben tudnak felnövekedni a következő generációk. Benda úr, ennél szebb záró, de ugyanakkor inkább a felhívó gondolatot emelem ki. Adjunk eleget és esélyt annak, hogy családban éljünk, igaz családban növekedjenek fel a gyermekek, és próbáljunk ebben társadalmi szinten mértékben egymásnak segítségül is járulni. Becsüljük meg a nagyszülőket, becsüljük meg magát az életet, és próbáljon a pedagógiai közösség is egy olyan tanulmányi rendszert, intervallumokat kialakítani, hogy ott ne a mennyiség szerepeljen, hanem a minőség, amibe beletartozik az is, hogy tudjunk törődni egymással. Erre a törődésre felhívták a figyelmet, és Benda úr, tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és a könyvet változatlanul, Jövünk a gyermek, ajánljuk kedves nézőinknek. Ön pedig hamarosan újra visszavárjuk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen.
műsor támogatója a HRP Europe Kft., a DJI drónok magyarországi disztribútora. A műsor támogatója a HRP Europe Kft. Világítástechnikai üzletága. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.